Máshogy tanulta a történelmet, máshogy is tanítja, mondja Tóth Sándor történész. Most is régi könyveket olvasva állította össze az előadását. Tóth Sándor szerint Hunyadival kapcsolatban az egyik legnagyobb vita a származása. Szerb, román vagy magyar, mindegyik nemzet magáénak vallja. Sőt, vannak olyan feltételezések, hogy Zsigmond király törvénytelen fia vagy Mária gyermeke. A történész arra is kitért, Hunyadi János Európa egyik legnagyobb hadvezére, de a kontinensen méltatlanul elfelejtik a nevét. Hunyadi János Magyarország, illetve Európa egyik legnagyobb hadvezére, de ha nézzük a nyugati irodalmat, és írnak egy nagy művet nyugati hadvezérekről, európai hadvezérekről, akkor sajnos sokszor kihagyják például Hunyadi Jánost. Az angol szász történelem szinte nem is ismeri, vagy nem akarja ismerni, de itt Közép-Európában azért minden nemzet ismeri. Tóth Sándor azt mondja, Hunyadi János egész életét a magyar nemzet a Szent Korona oltalmazására tette fel. Az előadás sorozat 2 éve tart, időrendben haladnak. Kialakult egy törzsgárda, de mindig jönnek újak is. Hétvégén a múzeumok éjszakáján a történeti tárház is nyitva tart. Egy jogart mutatnak be, amely Horthy Miklósé volt.